Újabb előadássorozattal folytatódik a Nyugdíjas Akadémia kerületben februártól. Vendégünk Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola intézetvezetője. Üdvözlöm! Én is üdvözlöm a nézőket is és önt is. Most nehéz utána számolni, hogy hanyadik évadját is ünnepeljük pár ez már a negyedik fél évünk, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez már egy a mai világ viszonyait tekintve egy régi projekt. Meg lehet azt fogalmazni, hogy, hogy mi ennek a sikernek a titka? Én azt gondolom, hogy hogy egyrészt minden nyugdíjas képzésnek ma Magyarországon lehet sikere, mert hogy egyáltalán ezzel a korosztályon nagyon kevesen foglalkoznak, nagyon kevesen veszik őket komolyan, nagyon kevesen figyelnek az ő szavukra. De ennek a projektnek, amelynek most már az előző fél évben a város különböző pontjain és a város környékén összesen 1800 hallgatója volt, annak biztosan van plusza. Az egyik plusz az, hogy magasan kvalifikált oktatók ezeknek a területeknek a szakértői, akik egyben jó tanár és jó előadók tartják ezeket a kurzusokat és az előadásokat. Másrészt pedig, ami legalább annyira fontos, hogy nálunk egy teljes egyenrangúság van. Ugye az idős oktatásról azt szokták mondani, hogy ez a demokrácia iskolája. Mert hogy ugye az ember olyan hallgatókkal van körülvéve, akik még az is lehet, hogy abból a témából is többet értenek, mint amit az ember előad, de ha nem is feltétlenül az élethez, az élettapasztalatok mennyisége tekintetében sokkal nagyobb, a, a, amivel rendelkeznek, és így minimum egyenrangúan kell őket kezelni. És azt gondolom, hogy mi ezt tesszük. Említette, hogy a város több pontján is folyik hasonló képzés, hasonló akadémia, sőt, egy korábbi beszélgetésünkben elárulta, hogy Budapesten kívül is van hasonló. Van, Mindenhol ekkora érdeklődést vált ki? Lőrinc ez nekünk egy különleges helyszín, és azért örülünk minden fél év elején, amikor, amikor gond nélkül, különösebb egyeztetések nélkül az önkormányzattal szinte elsőre megegyezünk a folytatást illetően. Egyrészt azért különleges, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy csak itt van ebben a kerületben van az, hogy a tanfolyamok ingyen látogathatók az 50 feletti állandó lakcímmel rendelkező 18. kerületieknek. Ez egy fantasztikus dolog, mert a többi kerületben általában tandíjasok ezek a tanfolyamok. A polgármester úr kezdettől fogva abszolút nyitottan állt ehhez a kérdéshez, olyannyira, hogy a saját édesanyja is aktív hallgatója ennek a, ennek a, képzésnek. A további különlegesség az nyilvánvalóan pedig az, hogy van egy lelkes szervező, a Portiva Darné aki mindig eléri azt, hogy megtöltik az önkormányzatnak a, a testületülés termét, ott szoktak lenni a nagy előadások, és utána pedig az önkormányzat különböző helységeiben a, a szemináriumok. Tehát ez mindenképpen különleges, a létszámát tekintve is egy erős képzésünk ez, mert a, ugye a egy-egy előadás 3 és 400 közötti részvételel van, ugye ez a legmagasabb, de a Lőrinci és a Kispesti az a kettő, ahol a legtöbben vannak általában 150 körüli létszámmal. A témaköröket tekintve mindenhol ugyanazok a témakörök számítanak, vagy tarthatnak igényt nagyobb érdeklődésre, vagy megosztanak a vélemények, tehát esetleg a város más területein más iránt érdeklődik a hallgatóság. Ez pontosan így van, amit mondott utóbb, hogy ugye mi minden alkalommal felmérjük az igényeket, hogy a következő fél évben mikről beszéljünk, és egyértelműen látszik, hogy, hogy Lőrincen, a, a, humán érdeklődés nagyon erős, tehát társadalomtudományi bölcsész témákat, egyszerűs magyarul fogalmazva vallás, történetet, kulturális előadás nagyon-nagyon igényelnek az emberek. Vannak olyan régiók, ahol, ahol teljesen más, tehát ahol mondjuk a fogyasztóvédelem a, a, a kulcskérdés, vagy vagy azok a, azok a kérdések, hogy milyen jogi lehetőségei vannak az idős embernek. Most ebben én nem ö, húznék hierarchiát. Inkább azt látom, hogy egy-egy kerületben, többnyire különbözőek ezek az időskörök, és akkor ehhez igazodva kell, kell nekünk is a képzést létrehozni. Az előbb egy félmondattal utalt arra, hogy ugye most már tanfolyamok is vannak, tehát Igen. nem csak előadásorozatról beszélünk. Igen. A tanfolyamok közül melyek a legnépszerűbbek nálunk? Igen, ugye a, a már három fél évvel ezelőtt is indítottunk tanfolyamot, az még csak egy próba volt, igazából egy angol, egy kultúrtörténet, stb. stb. Most viszont már a következő fél évben, tehát ami február 21 Egyedikén kezdődik, ott már tíz. Tanfolyamot indítunk el, és igazából népszerűségi hierarchiát azért nem tudok mondani, mert mindegyikre nagyon sokan járnak. Tehát például az angolra, ott a, a, én magam is bementem megnézni, 42 ember járt. A kultúrtörténet, civilizációtörténet, geopolitika órámra, azon is mind a két szinten volt 30-as csoport. Tehát én úgy látom, hogy a lőrinci szeniorokat meg tudtuk szólítani, és egészen biztos, hogyha ez a program e, folytatódik, mert pedig erre ugye minden jel mutat, hogy ősztől is folytatjuk ezt a dolgot, akkor itt már azon is kell gondolkodnunk, hogy más helyszínen, mert az önkormányzatot is kezdjük kinőni, olyan sokan vagyunk, és olyan sokféle képzés van. Ez jó ezt hallani. Abszolút, igen. Most már tudjuk, hogy február 21-én indul ugye az új kurzus, és igen. akkor ha már a tanfolyamoknál tartottuk, akkor kezdjük ezzel, akkor mondjuk el, hogy melyik az a tíz tanfolyam, ami indul. Így van. Ugye lesz egy három szinten lesz tulajdonképpen a civilizáció történt, a geopolitika, művédés történet, sokféleképpen hívjuk ezt. Az a lényeg a dolognak, hogy a, a mai geopolitikai viszonyokról ö, beszélek, és határozom meg a nyugati, illetve a keleti kultúra különbségeit, tehát egy ilyen egyben történet, egyben jelenkori dolog. Ez három szinten van, mert hogy a, az előző félévesek is szeretnék folytatni, meg az azelőtti fél évesek is folytatják, de az új is elindul. Aztán lesz egy környezetvédelem kurzus, ami most kifejezetten a, a hulladékok, hulladék gazdálkodásról, illetve a, a, háztartási hulladékok felhasználhatóságáról fog szólni. Ezt is az itteni csapat kérte, hogy egy ilyen előadás, egy ilyen, ilyen, bocsánat, egy ilyen kurzus, egy ilyen szeminárium legyen, hogy ezek a szemináriumok ezek mindig négy alkalomból állnak, és négy alkalommal van körülbelül négy tanóra, tehát nagyjából ezt így kell elképzelni, és ez pedig egy abszolút gyakorlatias, tanácsadó jellegű tanfolyam lesz, egy környezetmérnök tartja. Az angolra is most már három szint van, van egy kezdő, van egy haladó és egy emelt szintű, és nekünk az a vágyunk, hogy ősszel már a legmagasabb szintet elvégzők, akkor már ugye a negyedik szint lesz ősszel, azok már megpróbálják a nyelvvizsgát van egy ilyen reményünk, hogy ez sikerül egy-két embernek, a tanár azt mondja, hogy nagyon jók, de a kezdőre is ugyanígy lehet jelentkezni. Ezen kívül pedig nagyon érdekes vallástudományi két tanfolyamunk lesz. Az egyik kifejezetten az iszlámról szól, ez megnyertem az udvarvölgyi Völgyi Zsoltot, aki a, a, fiatal generáció iszlámkutatói közül Magyarországon a legjobb szerintem, és ugyanő fog tartani egy általános vallástörténeti e, szemináriumot, és az emberek mindegyikre járhatnak, egyedül arra kell csak figyelni, hogy, hogy időben ne ütközzön, mert ugye ennyi tanfolyam már azért vannak időbeli ütközések. Ez nagyon érdekes, hogy az iszlám bekerült ugye ebbe ezt a hallgatók igényelték, igen. vagy egyszerűen a levegőben van? Igen, el. igen, igen, a hallgatók igényelték. hogy a geopolitika órán is elhangzott, hogy én magam is keveset beszélek az iszlámról, ugyanis az iszlámról a geopolitikusok mind azt mondják, hogy nagyjából 20-25 év van még, ugye amíg ez az első hely, környéki hely megvan a civilizációk versenyében, meg kifogy az olaj. Ettől függetlenül viszont az iszlámmal éppen például a Szocsi Olimpia szóló hírek kapcsán nagyon is kell számolni. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes szituáció, és ezt úgy látom, hogy a szenior hallgatók jól látják, és szeretnék meg ismerni ezt a kultúrát, és ez a szakértő ez az európai iszlámot is nagyon jól ismeri, meg az iszlám történeti hagyományait is. Az előadás sorozatban milyen témák kerülnek elő? Az előadás sorozat is igazodik az igényekhez. Én azt gondolom, hogy megint egy nagyon változatos sort tudtunk összeállítani. Ugye az egész február 22-én szombaton kezdődik, mindig 9 órakor van az önkormányzatnak a testület üres Ez nem azért van, mert, mert ugye így is dresszírozni akarnánk a szeniorokat, hogy keljenek korán, hanem azért, mert általában utána vannak a tanfolyamok, tehát így ugye még egy viszonylag normális időben 15 óra után már mindenki hazaér. Tehát a jövő városairól lesz egy előadás, ami arról szól, hogy hogyan alakul 10-20-30 belül a világvárosi világa benne az idősek helye. Utána lesz egy nagyon érdekes vallás történeti előadás a Balkánról, ezt a Szabó Péter professzor tartja, aki korábban tanfolyamokat is tartott itt Lőrincen. Utána lesz egy közösségfejlesztés időskorban, ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy ennek mennyi ága van, milyen jó példák vannak erre nyugaton. Aztán pedig egy nagyon régi barátom, egy kiváló rádiós riporter, a Lantos Gábor jön el a, a szeniorokhoz, Észak és a Szépkorúak akció előadást megtartani. Ő ugye egy skandináv mániás ember, akit a, mivel ugye a sportok kiosztásában pont olyan sportokat kapott, ahol a, amelyekben a skandináv országok jók, ezért állandóan ott van gyakorlatilag, és nagyon-nagyon kiváló előadást tartott a zsékkel ebben a témában, úgyhogy remélem, hogy itt is jó lesz észak és a szépkorúak. Utána én, én jövök újra egy, egy um, hát sporttörténeti előadással, ami persze sokkal több, mint sporttörténet. Arról a három sikeres évről szól majd ez az előadás, amikor a magyar sport a legmagasabban volt, ez ugye az 50-es és azt próbálom boncolgatni, hogy ennek mik a társadalomtudományi, társadalomtörténeti okai és miért egyedi ez az egész történet. Ugye ez is szerintem remélem legalábbis, hogy nagyon érdekes lesz. És aztán azért május 10-ére becsempésztünk egy, egy ilyen racionálisabb, kézzelfoghatóbb témát, adatvédelem, hogyan védjük a saját személyes adatainkat, mit adjunk meg, mi az, amit ne, adjunk meg, mert nem érdemes. Erről egy nagyon kiváló ügyvéd fog előadást tartani. És aztán zárásként pedig a Molnár Beáta nevű Benyáminunk, aki a mi tanítványunk, aki alig haladtál a 20 éveit, ő fog tartani egy nagy előadást a, a tavalyi idősek éve programjairól, ugye ez egy nemzetközi év volt a 2012-es, most már tavaly előtti, ugye már januárban, 14 januárban vagyunk, és ennek a programjairól, jó példáiról fog egy összefoglaló előadást tartani. Tehát február 22-én szombaton, szombaton 9 órától indul, és ugyanez a szerkezet. Tehát először előadások, és utána a szemináriumok. Így van, előadások, szemináriumok, és az előadások után van mód a kérdésre. És mivel ez egy nagyon-nagyon jó összeszokott csapat, én azt gondolom, hogy továbbra is jó hangulatban zajlanak majd a kurzusok. Ez, sok sikert kívánok ehhez a féléven is. Köszönöm, Köszönöm. hogy beszélgettél. Köszönöm szépen.